Tisztelt ünneplő közösség, hölgyeim és uraim! 1956. október 26-ára emlékezünk, amikor Magyarország ismét bekerült a világtörténelembe. John Fitzgerald Kennedy, az Amerikai Egyesült Államok elnöke 1960-ban így méltatta a forradalmat. 1956. október 23-a örökre be van jegyezve a szabad emberek, a szabad népek krónikáiba. A bátorság, az öntudat, a diatal napja volt. Igen, ez a nap a szabadság napja. Egy olyan nagyszerű napé, amely, ha rövid időre is, egybekovácsolta a magyar nemzetet. Bibó István, a Nagy Imre kormány államminisztere szavaival élve, ennek a forradalomnak volt valamiféle olyan közszelleme, amelyik úgy irányította az embereket, hogy azok észre sem vették. Mit is jelentett az a közszellem, amiről Bibó beszélt? Először is azt, hogy 1956-ban egymás mellett állt az ország népe. Férfiak és nők, idősek és fiatalok, baloldaliak és jobboldaliak, vallásosak és ateisták a szabadság zászlaja alá gyülekezve tanulmányolomást tettek szabadságszeretetről, az emberi méltóságba vetett tiszteletről. Ezt erősítik meg Jakab Zoltán budapesti mérnök szavai is. Olyan feledhetetlen összetartozás és együvé tartozás érzése volt az embernek, hogy ez a mindig széthúzó magyarság végre egység tudott lenni. Minden ember a testvérének érezte a másikat. Amikor sorban álltunk akár kenyérért, akár vízért, egymást előreengedő előzékenységgel fordultunk egymáshoz. Valami csodálatos, katartikus érzés volt. Mintha valami ezer éves átoktól vagy bűntől szabadulhattunk volna meg. Dávid legyőzte Góliátot. Valóban, ezekben a napokban félre tudtuk tenni indulatainkat, félre tudtuk tenni azt a gyűlöletet, mely ő gyakran osztotta meg és osztja meg ma is történelmünk során a magyarságot. Meg tudtuk fogni egymás kezét, és nem a megosztó politikára koncentráltunk, hanem arra az egyetlen célra, aminek neve szabadság. Tisztelt emlékezők! Mi hozta el ezt a társadalmi összefogást? Mire teremtette meg ezt a csodát? A válasz az egypárti diktatúra, az önkényiralom, a terror. A félelem, a rettegés légkörében élt az ország, besúgók jártak mindenhol. Mindenkinek meg kellett gondolnia, hogy kivel, miről beszél, mert egy elejtett félmondat, és éjszaka megjelentek a karhatalom emberei. 1956-os hőseinknek megbecsülés, tisztelet és hála jár. Foglalta össze beszédét Balogh Zoltán polgármester. Az ünnepségre a Szent István Katolikus Gimnázium készített műsort, ami egy igazán különleges, a tolnai emberek szívének kedves műsorszám lett. Évek óta mi rendezzük a városi ünnepségeket is, meg az iskolai ünnepségeket is. Tegnap már megvolt a főpróbája ennek a műsornak, amikor a gimnázium tanulói megnézték az előadást. És hát minden évben valami új koncepcióval szoktunk készülni. Most az idén azt találtuk ki, hogy egy kicsit a helyi eseményekre koncentrálunk, hiszen a gimnáziumunk az idén 70 éves, és ezért egy olyan ünnepségsorozattal fogunk majd tavasszal készülni, aminek ez egy kicsit a bevezetője lesz most ez az előadás. Készült egy monográfia az 56-os tolnai eseményekről, amiben egy csomó fénykép is volt, és akkor azokat is felhasználjuk, tehát egy ilyen, a műsor az úgy fog kinézni, hogy vannak benne korabeli dalbetétek, vagy zenei betétek zongorán, illetve válogattunk fényképeket is. Részben az internetről találtuk ezeket, részben pedig abból a monográfiából, és a korabeli feljegyzéseket is találtunk abból az időszakból, az 56-os időszakból. Úgyhogy nem csak magát a forradalom eseményeit jelenítjük meg egy picit, hanem annak az évnek a tolnai történéseit, hiszen akkor volt a jegesár tavasszal, volt szénszünet tavasszal, és az mind rányomta a bélyegét az iskolai oktatásra, és hát ugye nem sok előtte indult el a gimnázium működése egyáltalán, és szerintem a mi gyerekeink sem tudták ezt, vagy nem tudják ezt, meg hát amiatt is, hogy őket is megtanítsuk erre, vagy egy kicsit megmutassuk nekik, hogy milyen volt a nagyszüleiknek az életében.
a gimnáziumba járni, meg amiatt, hogy hát sokan élnek azok közül még, akik konkrét részesei voltak az eseményeknek, és hogyha ők eljönnek megnézni, akkor esetleg emlékeket idézünk bennük. A akkori igazgatóját a gimnáziumnak is megjelenítjük, akit aztán 56 után elbocsátottak az állásából, és azokat a neveket, akiket itt szerepeltetünk, azokat onnan vettük, hogy akkor kik jártak az iskolába, a tablóról szedtük le a keresztneveket, meg a vezetékneveket, úgyhogy tényleg valóságos személyeket jelenítünk itt meg, vagy idézünk meg. Nagyjából az szokott lenni a felépítés, hogy azt szereti a közönség mindig, hogy szóval úgy szoktuk zárni, hogy van egy ilyen íve a darabnak, és akkor a vége az egy lezárása, az egy énekszám mindig, amit hát az aktuális témához próbálunk választani, illetve ahhoz a szereplőhöz, akinek a hangját hallani fogjuk, hogy az ő hangterjedelme az mit képes, vagy mit tud, de nagyon szerencsénk van a zenészekkel is, meg az énekessel is, úgyhogy szerintem jó előadás lesz. Egy nemzetért, egy élhetőbb életért, életük árán is megvédték a reményt. Egy születendő gyermekért, egy megálmodott holnapért. Én fogom játszani az 1956-os osztályból a történelem tanárt, Nagy Barnát. Én fogom bejelenteni a diákoknak a pesti események felvezetését, hogy valami eltér a megszokottól, és hogy változás következik. Plusz az előtte lévő árvízről is lesz egy kisebb visszaemlékezési beszéltem. Én élvezem, hogy a pesti események helyett a tolnai történéseket mutatja be a színdarab, és kicsit a városunkra fókuszál. A produkciót nem mindennapi énekszóval és zongora műsorral színesítették a diákok, amit vastapssal jutalmazott a közönség. Valaki mondja meg, ki hova érhet, milyen az íze az élet vizének. Valaki mondja meg a hosszú évek, miért tűnnek úgy, mint egy pillanat. De valaki mondja meg, mi az, hogy elmúlt, valaki mondja meg, hol maradt. A megemlékezést a hősök terén zárták egy koszorúzási ceremóniával.